Sziasztok! Na, meg fogom nektek mutatni, hogy szoktam otthon kávét pörkölni. Kávé pörköléshez ugye kell az őrkávé, kell egy kézi pörkölő, ami úgy néz ki, mint egy serpenyő, viszont az alján vannak ilyen lyukak. Ezért van, hogy egyenletesen kapjon a hő, és majd meg fogom mutatni, milyen technikát hozzá. Kell egy kávé daráló, ami fontos, hogy kerámiából legyen a pengén. Mert ha fém, akkor nem fogja egyenletesen darálni a kávét. Lehet érezni egyébként, amikor fémmel dolgozunk, hogy van ott az íze a kávéban. Fémízű, és ez nem jó. És hogy ugye van a köt. Van a kocsomos. Én otthon mindig szoktam, amikor már ráidem, akkor próbálom már újra csinálni ilyen kávé, mert teljesen más az íze. Sokkal intenzívebb lesz, és amúgy imádom ezzel a folyamat. Nézzétek, milyen szép. Ez a zöld kávé. Beleteszünk a zöld kávé. Fölkörünkben. Egyébként ezért tetszik, és azért jó nekem így csinálni a kávét, így fölkörni a kávét, mert ilyenkor lehet visszavenni. Hát nem kell egy 10 millió gép, hát nem kell egy ipári mennyiség csinálni ahhoz, hogy tudjunk jó kávét kóstolni, jó kávét fölkörni jó. Akkor változik az árommal, lehet visszavenni, hogy milyen színe lesz. Lehet beállítani konkrétan, hogy milyen a kávé íze. Most lehet visszavenni, hogy van egy pár szenet, amit már egy picit bárna, van, ami sárga. De nem kell aggódni, csak folyamatosan kell mozogni a kávét, hogy ne egy helyen kapjon mindig a hűt. Ilyenkor pörkölés közben arra kell figyelni, kettő dologra kell figyelni. Az egyik, halljátok, ez a crack, az az első crack, ami nekünk kell. Ez úgy nagyjából úgy hangzik, mint egy popcorn, amikor főzünk popcorn, akkor ugyanaz a hangja lesz, és ez azt jelenti, hogy lassan kész van a kávén. Érdemes ilyenkor, amikor pörkölünk a kávét, hogy porcióba legyen mellettünk, mert ugye, ahogy látjátok, a szernyő szét mindenhova fog menni, de ez egy perc alatt lehet megszaporítani, és egyébként érdemes megcsinálni, mert teljesen más íze, amikor mi csináljuk a pörkölést, mint ha vettünk boltba. Le kell hűteni egy kicsit a kávét, mielőtt daráljunk. Ha így tűzforrón daráljunk, akkor minden aromát ki fog jönni belőle. Konyharuhás segítségével fogunk áttenni a lebácsba. Ez a lényeg ennek a technikának. Ugye a pernyel, ez elvégzi a róla. Megvan a pörkölt kávé, és nincs rajta pernyel. Akkor kávédarálóba feltesszünk. Közepes hangon is felhúzom a kávét. Sokáig kerestem a jó kávét, mert ugye nálunk Dél-Amerikában ezért teljesen más az ízek. Megkóstoltam az Eti Coffee-t, és sokkal, de sokkal jobb. Nálunk Dél-Amerikában egy picit másik az ízjegyek, viszont mint az etiópiai kávé. Ebbe picit intenzívebb az íze, nálunk egy picit karamellás, csoki is. Itt világos, gyümölcsös, berész jutott az ember. Lehet érezni, hogy ez egy különleges kávét, és ezért szerettem. Én nem valálom ilyet, ha nem tetszene. Egy kávét.